Hello, hello, kellemes, na még egyszer neki ugrok, szóval kellemes vasárnap estét mindenkinek, itt a hörgős énemmel megérkeztem én is, és egy picikét gondoltam, hogy autózunk, mivel ígértem, hogy hétvégén lesz live, viszont a betegség mint olyan még egy picit mutatkozik, és jeleit adja rajtam, de ettől függetlenül amúgy jól érzem magam, nincsen semmi probléma, csak még mások buliban mindenféle elképesztően menő koktélokkal és italokkal kocintanak, én addig neocitránt vedelek. Tehát, hogy így, hát kinek mi jut, ugye, kinek mi jut, illetve van itt tea is, meg mindenféle, úgyhogy hát igyekszem jobban lenni. Szép estét mindenkinek, szia Zodi, Darth Leia, köszönöm szépen a hostot, raidet, mindent is egyben, közben, na várjál, köszönöm szépen, DJ Killer Zsivány Zseb-jv a követést. Ezt lehet, hogy elrontottam, de köszönöm szépen, üdv mindenkinek itt, Bottészter, NC, Zodi, mindenki itt van, és közben kapom az SMS-eket, hogy viszik a pénzem. Igen? Mit fizettem már megint? Jó van. Jó, mondd le. Martina, Tsushima legendzeztünk, majd jöhetnél egyszer te is. Most PS Plus Game. Igen, amúgy azt láttam, hogy a Tsushima most a PS Plus-ba benne van már, mint hogy legalábbis a Legends része, úgyhogy pergessétek, mert az nagyon klassz. NC, hát World Top 10 legalább, tehát hogy óvatosan bánjatok NC-vel, mert kicsit nem figyeltek oda, azt egyből lenyilaz mindenkit. Nem lehet vele bírni. Sose próbáltam a Legends-et, az jó amúgy, nagyon jó Mr. Dragon, tényleg tudom ajánlani. Most mondom, hogy nincs közöm hozzá, persze, hagyjad már, érted, na, elszerénykedik. Szóval, hölgyek, urak, a ma esti menü, hogy így mondjam, nem lesz más, mint a Gran Turismo 7-es része. Folytatjuk azt, ahol abba hagytuk a múltkor, semmi nagyon extra, körülbelül másfél-két órát tudok lenni. Arra gondoltam, hogy ezt a menü részét, mármint, hogy ugye tudjátok, vannak ezek a menükártyák, hogy mindenféle feladat van, azt fogjuk folytatni és csinálni, úgyhogy én be is fogom, mert a hangom az rettenetes, ahogy így hallom, meg szipogok, jobb, ha játszunk. Amúgy remélem mindenkinek remekül telt a hétvégéje, és még pihenéssel töltitek. Ha jövő hetet, hogyha nézitek a menetrendet, nagyjából már kitöltöttem. Pénteken nem valószínű, hogy lesz stream, mert munka van. Az egész hét egy elképesztő munkacunami lesz, úgyhogy azért is igyekszem gyógyulni. Mit kell még elmondani, ami fontos információ? Az, hogy ezt szeretném lenyomni például. Igen, ezt már végignéztük. Valamit még akartam. Nagyjából ki van töltve a menetrend, ez a lényeg. Ja igen, ma meg ilyen nagyjából 8-ig tudok itt lenni, addig meg kegyetlenül kanyargunk mindenfelé. Na hát itt is vagyunk, a menüben már szól a jazz, meg minden a copyright legnagyobb erejével. Ezúttal is nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte az előző epizódokat ebből a kiváló videójátékból a VOD csatornán, és ezúton szeretnék elnézést kérni, mert a VOD csatornán... Tehát, hogy a játék zenéje igen erősen copyrightos, és nem én teszem bele a reklámokat, oké? Okay? Tehát, hogy... Szia, Liba, good! Hello, hello! Na mindegy! Na, a mai menü! Nézzük, mi a menü, mit kell csinálni! Ez kell nekem, chill, Lizzie, hátradőlök, mindjárt benyomom az orsprét. Menü az, was a car at GT Auto. Hát én megmosom az autót, figyelj ide, Luca mondjad. Igen, a pavilon most már nyitva van. Nagyon érdekesnek tűnik a pavilon. Igen. If the tuning shed is about improving performance, GT about... A kinézetés. A kinézetét lehet... Új. Nesszálltól jöttél. Mármint, hogy... Tehát, hogy a lakásából? Vagy... Tehát, hogy ezt tisztázzuk le, mert nem egyértelmű. De örülök, hogy itt vagy amúgy. Hello, hello. Nem lehet tudni. Annyit írt, hogy Nessájtól jött, hát figyelj, lehet, hogy ott volt nála viziten, vagy nem tudom, hát most. Na mindegy, szóval itt lehet a GT autónál a vizuális részét tuningolni a kocsiknak. Maintenance and service to start. Jó, mehet.
sok a duma, mossad már. Nagyon fontos kérdés, szerintetek bikiniben fogják a lányok a szélvédőt mosni? Ez olyan lesz? Mert akkor szerintem nagyon gyorsan meggyógyulok. Azt ennél jobb nem kell. Tehát konkrétan az orvos ezt írta föl. De várja, azt írja, hogy én mossam meg az autót. Na most én rendkívül hülyén nézek ki bikinibe, tehát hogy ez nem lesz egy nyerő ötlet így. Főnök. Na mindegy, megyünk oda. Igen, azt mondja, maintenance and service. Nyomod. Itt van Sara, nagyon jó. So this shop is a GT auto. If you want to customize, nem olvastam el, Sara. Meg a képet nézem, hát hogy olvassam így. Ott van az autóm, ott van az... Vidd innen, mi az a szar? Ott van középen a GT. Na mondjuk azt az Audit is meghajtaná az ember. Clayton! On this floor we perform maintenance on your car. This is also where we widen bodies. Drive your car too long, his performance will drop. So remember to bring... Oh, hogy használódik az autó. Wow! Sokat használod, akkor hát ugye tele lesz kilométerrel, és a performance esik. Aha. Jó. 50-be kerül, megmosom. Figyelj! Csak mondom, hogy ütemesen a hangra a kontroller, hogy zz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 
Nagyon jó. Igen. Olajcsere 250-ért. Modifikálni. 5000-ért lehet modifikálni. Na figyelj ide. De hát csökken a performance. Ó, látjátok? Ilyen szélesebb lett. Na jó, nem, erre nem költök. Ez amúgy sem feladat. Restore rigidity. Engine overhaul. Mik vannak? Menj már! Jó, le kellett mosnom az autót, ennyi volt a feladat. Nem csinálunk többet, mint amit a játék kér. Nagyon fontos. Ma így a menüket pörgetjük. Luka egyből örül, tölt egy finom, erős feketét. A kávéra gondolok, mielőtt valami másra gondolnál. Igen, azt csináltam, amit ő kért. Hát... Certainly did a good job washing your car. Doesn't it feel great when your body works gleaming? Absolutely feels right. Igen, for example, you can give your car a real makeover by changing the wheels and aerodynamics parts. Aha, hát ugye ott tudjuk majd átállítani. Mit kell bevállalni Martinon? Biztos, hogy erre csetre akartad írni? Mi? Haló? Mi? Also, if you create a good-looking car in the GT Auto, I recommend it going on escapes and take photos of it. Ajaj, az lesz a következő, hogy fotózzunk. Tudja, hogy az a feladat. Mindegy, megkaptunk egy japánizét. Champion Sim Tokyo Highway Parada. Oké, mehet. Egy Champion cippet kell megcsinálni. Jó. World Circuit finish in the top 3. A top 3-ba kell végezni. Mi sem egyszerűbb. Már nyomom is. Már nyomom. Igen. Skill drivers and the nation B license is required to enter. De nekem az megvan a B jogsim. Azt a múltkor megcsináltam. Tökéletes aranyra minden. Finish in the top 3 overall. Yes. Yes. Jó. Szurkol nekünk. Nagyon. Ti szurkoltok nekem? Cinematikus! Ó, baby! Add be ide! Tokyo! Gran Turismo! Cheer, soup, cheer, soup, 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 cheer, fireworks. Ja, nézzem ez a... Na, nyugi.
ott abban a pillanatban, hát ezt a felvezetőt, gyerekek. Félix nem dolgozik már nekünk, mert Bessajnak dolgozik. Na! Azóta nincs vágónk, de most ezzel ebben nem menjünk bele. De nekünk a Championship kell ez, this one, igen. És a GT-vel tudok menni? Az egy kiváló személygépjármű. Mehet. Ó, ráke van! Abba a pillanatba. Úr, várjál, éjszakai! Én a Nessajos Martin vagyok. Az. Ez, az. Jó, mehet. Ó, esélyük nincs. Túl jó. Várjál, mivel kellett irányítani? Nyélgáz, az a lényeg. De hol vannak a többiek? Ja, hát utolsó helyről indulunk. Jézusom, én nem készültem fel. Nem takarok ki semmit? Arra nem volt szó, hogy utcai verseny lesz. Jézus, hülye vagy? Hát nem engednek el, nézd meg. Ott meg nem fér el. Jaj. Jesus Christ. Közel volt a fal. Atya úristen. Oh, baby. Yes. Let's come together. De hát menjetek már lassabban, hát... Haló? Nem kell a tükör, nyugi. Jézusom! Nagyon szűk. Nem húzza! Menj a mítóddal a... Nagyon jó. Nincs vele bírás. Ó, jaj. Nem volt szép. Még hogy nem érezni a játékban a sebességet, bolond vagy. Hú, ott valami történt. Na jó, és hol az első kettő? Vannak. Látótávon van. Ó, Jézusom, életveszély! Le ne incsed, mert meghűlök. Legalább az egyiket hagy előzzem meg. Az, hogy mi kopog, azt nem tudom, azt majd... Azt majd kiderítjük a szervízbe, vagy valami. Hú, baby! Lehet, hogy elraboltunk valakit, és a csomagtartóban van, és ütlegeli a izét. A csomagtartót. Az sok! Too much! Igen, azt éreztem én is. Lehet, hogy nem a chatre kéne figyelni, vagy kinézni kanyarvétel előtt. Na most már leintheted, főnök, köszi. Jó. Örülök, hogy játékképes vagy, Martin, remélem javulóban van, a nátha megfázás, nem tudom mi. Hát alakulgat. Első hely. G a G, várjatok, taps.
iszok egy kis teát. All-rounder. Hát micsoda izé... Micsoda manővereket mutattunk be. Ez nagyon vad volt ez a pálya. Forró. Nagyon forró. Én vagyok a szállító? Hát... Szoktak összekeverni Jason Stathammel, de sajnos a felesége még nem hozzám jött haza sohasem. Na, nyugi. Igen. Kapom a pénzt. Azaz. Ez megvan mindenkinek, hogy ki Jason Statham felesége, ugye? Legalább a humorod a régi. Szia, Timi. Amúgy bocsánat, ha nem köszöntem. Domitigi. Üdv mindenkinek. Tovább, igen. Jöhet a második, nem replay, to next Rake. Race 2. Dum-dum-dududum. Kanyar előtt sose néz a csetre. Jó, 12 pont a hátitatyóba, jöjjön újabb 12. Semmi settings. Ő a Blazsán? Aha, jó. Oké. Okay. Mehet, rész 2. De miért utolsó helyről indulok? Nincs semmi zé? Esik az eső, fújja a szél. Nagyon nem jó, nagyon nem jó. Itt az nagyon veszélyes konkrétan a víz. Mónika! Nagyon csiszi csuszi csusz csusz. Ott be kell szúrni, körbe kell autózni. Ó, oh, baby, ó, oh, yes, így kell ezt csinálni. Rohadt jó így belső nézetből amúgy a játék. Nem, nem. Az hozzáért? Hozzáért mi? Kis kocs, nem kocs. Mondom, hogy kis kocs, nem kocs. Ó, érted, mit kés a vajon? Yes, baby! Megfogtam. Jaj, nagyon elkezdett esni. Én nagyon félek. Amit lehet hallani, az a szívdobogásom lehet. Menj már a kis miniddel, azaz... Mito? Szép autó. Ó, oh, túl jó! Jó, utolsó kör. Hogy vagyunk? Ups! Lehet, hogy el kell vinnünk majd ezután ezt az autót egy kicsit szerelni, mert... Ahogy a Bad Boys 2-ben mondták, a belét is kitaposom ennek a kocsinak most. Vagy hát ott úgy mondták, hogy a szart is kihajtja belőle, de most részletkérdés. Kicsit úsztasd meg, ez az, nagyon jó. Nagyon szép. Fék, gáz, nem jó, fogjuk rá, hogy jó volt, szia hula. Ó, öcsém, lehet, hogy föl kell venni a nehézséget, nincs velünk bírás. Egyszerűen, hát haló, bottal, érted? Rohadt jó így belső nézetből a játék, persze jó pofa így kint is, de azért így milyen feelingje van már, nem? Hoppá hopp,
aztán itt a Trafipax lelő minket, azt fizethetjük a gyorshajtást. Tokyo Drift, baby! Yes! Nem a pit stopba megyünk, de a jobb... Hello, haver! Hincsed le! Kiváló! Nyertem, vittem, enyém. Pesgő csajok, minden van. Úgy. Clean race. Hát, mondjuk azért annak a falnak neki verem az autót, az nem annyira clean race-nek minősül, de ha ő mondja, akkor biztosan. Rain, ez így van, esőfotó. Esőfutó vagyok, vagy hogy esőmenő az. Esőfutó. Rain runner. Number one overall. Kiváló. Milyen kakupa? 20 000 pénz. Eső ember. Na most a három autóból egyet választhatunk. Jó. Chat. Spam. 3, 2, 1. Bal, középső, jobb. Mehet. Mehet a spam. Negyedik. Bottester. Na. Igen. Tehát 2. Középső. 6. Troll répát ebédelt, úgy látom a chat. Az alsót, értem. Aha. Közép, jobb. Jobb már volt kétszer, bal. Harmadik, az jobbnak minősül. Akkor lesz a jobb oldali, jó? Közép, jaj. Akkor 3-3. Na még a pikkázt húzt ki. Így is van, még mehet, gyerünk. Gyerünk, még van 30 másodperc, most súgták a fülemre a stúdióból. Úristen, még egy, ez már nagyon középre hajlik, hölgyék urak, nagyon jó. Közép, jó. Adtam azdag, gyönyörű. Egész jó választás volt. Ez amúgy az MX-öt, vagy mi az Isten? Mármint az európai neve. Rip Trueno. Nem baj. Oda néz. Nagyon roadster. Nagyon konfetti. Na vidd innen, hagyd nézzem meg. Ez ilyen MX-5 jellegű. Ha, jó lesz. Majd eladjuk a izé piacon, vagy valami. Exit. Jó, ezzel ez a menü teljesítve jöhet a következő. Nincs megállás. De nem érünk rá, 8-ig vagyunk, gyerekek. Perengni kell. Szinte meg kéne javítani ezt az autót, amivel mentünk a Golfot, mert ripityára törtem, de... De nem baj. Igen, Magnificent Work. Hű, kaptam ticketet. Az mi? Pavilion has been made available. Sport. Sport pavilon elérhető. Multiplier! De hát én nem akarok emberekkel játszani, barátaim sincsenek. Tovább. Jó, Japanese FR Sports Cards. Na most kezdődik el a videójáték, hölgyek uram. Kell egy Nissan Silvia. Silvia? Mármint a törlőkendő? Ian Zax, Zsolti vagyok, más néven, igen, ez a kedvenc játékom, az R6 és a VOT, és az R6-ban versenyszerűen játszok. Na hát hajrá, az R6-ban kitartást, én elengedtem azt a játékot már évekkel ezelőtt, de attól még kiváló játék, jó kis szórakoztató videó játszja, hogy... és hát E-Hunter nagy mestere. Én őt szoktam nézni, ha R6-ról van szó. Jó, a háromból megvan egy autó, másik kettőt is meg kell szerezni. Mi sem egyszerűbb. Szerintem menjünk azzal a Mazdával. Azzal szerezzük meg a többit. Mit szóltok ehhez? Jó, mesélj az autókról. Igen. Igen. Try driving an FR car, you will soon see what I mean. Igen, amúgy életveszélyes érzés tud lenni ezek a roadsterek. Üdvözlöm amúgy mindenkinek, szép estét. Autó, motor, hang durmogós szép estét, ezt kell mondani. Meg az X-et kell megnyomni, hogy tovább menjünk. Jó. Mi az a sport izé, ami megnyílt?
Ez a hemcsi volt, hogy kisodródik? Ez az volt az a hang? Várjál, mert... Na most van jól a fejemben ez a hülye felhallgató. Compete with drivers from all over the world in official races. Na nem. Autós játékokat is pörgeted, mint például ez? Helyes. Na, van egy ajándékunk. Nyomod az ajándékot. Ja, igen. Mindenki teszi a kezét a képernyőre, jöhet a csierő, ez az nyílik a ládikó, vagy mi? Úristen, nagyon sok pénz is lehet. Vagy egy Nissan. Melyik lesz? Gyere. Gyere rám. A legkevesebb pénz. Szerintem valaki nem tette a kezét a képernyőre. Szerintem valaki kihagyta a feladatot. Elnézést, csak megfulladom. Na, azt mondja, hogy change car, yes, és akkor nézzük meg ezt a 364. Megy ez egyáltalán? Tuningoljunk már meg, tegyünk már bele valamit. Mondjuk egy jobb kereket kezdésnek. Abba a pillanatban jobb kerék, egy kis légszűrő, abba a pillanatban. Jellegét tekintve kompjútert is beupdate-eljük úgy, fékpedálokat úgy, vagy padokat, bocsánat, úgy. Semi-racking, ha ezt rárakjuk, három ló, tehát mehet. Elképesztő, csodálatos, epikus. Na jó, ennyit költöttem rá, nem vagyok hajlandó többen. Ezt még nem, de akarok venni PS4 Pro-t, meg a játékot. Értem. Hát lehet, hogyha... Nem tudom, milyen áron megy most egy Pro. De lehet, hogy érdemesebb egy picit várni, és gyűjtegetni, és a PS5-re ráugrani. Már ha persze belefér a bügébe. Na! Mehet. Benevezünk a versenybe, mehet. A használt prója 70k, akkor nem szóltam, azért 100 000 forint különbség alsó hangon. Jó, mehet a verseny, mert a verseny. Ott vagyok, úristen, rossz helyen ül. Menjünk külső nézetbe? Hát az se segít. Abszolút ura vagyok a helyzetnek. Hát de miért van tele a tank, főnök? Most látom csak, hát jó, hogy nem lehet kormányozni, tele van a benzinnel a személygépjármű. Biztos akkora súlyunk van, mint egy jól lakott ovadásnak, értem? Szupra ott a érdekes hadműveletet művelt. Kis kocs. Semmi gond. Milyen hangja van? Gyerünk, gyí! Gázzal kell menni főni. Úgy is van. De rám húzza, mocskos paraszt! Ha melyik az? Ezek a mazdások, ezek vadállatok. Csak mondom. És felkapcsoltuk a lámpát, vagy elromlott? Azaz.
nem is fogy a benzin, full kamu az egész. Nézd meg rám, húzza a paraszt! Micsoda mű... Hülye bunkó! Hülye... Az a mázlit, hogy még egy kör van. Ezt csináld utánam! Na jó, ne! Ups! Szóval ki lehet itt így pörögni rendesen? Tök durva volt. Érdekes alternatív íveket használunk. Besötétedett főni. A második hely is jó. Nekünk harmadik vagy jobb kellett. Hú, azért az a kipördülés, az huncut volt. Hű. Meleg volt a pite. Mondjuk ott sikerült is pont az íven maradni, és ezáltal feltartani mindenkit. Na, megkapjuk a Toyotát. Vagy mi ez? Nissan. Toyota. Az. A Toyota a másik lesz majd. Semmi baj. You can now access the racing section of the tuning shop. Figyelj, oda olyan tuningokat lehet csinálni, hogy meghűlsz. Egy fél pillanat orrot fújok, addig megy a replay. Az igen. Az igen. Oda néz. Ha majd elrepül. Jaj. Azt mondja, exit. Yes, és akkor van még egy verseny, amivel tudjuk majd a Toyotát megszerezni. Bocsánat, csak közben a sprét is nyomtam az orromba, aztán most ilyenkor emésztődik a rendszerbe minden. No limit, azt mondja nekem. No limit? Na most akkor change car. Aha. Figyelj, akkor maradok ennél, jó? Atya úristen, azt a retro autót. Mehet. Harmadik vagy jobb? Menjünk hátsó nézetbe? Menjünk most így. Annyit megyünk a belsőbe, hogy akik ezt szeretik, azok is kapjanak némi gyönyört. Ne húzd rám! Nem fékezz! Nézd meg! Nagyon agresszív. Ezt majd kivágjuk. Majd kivágjuk, jó? Tehát, hogy beteg vagyok, ezt rákresszük. Kivették a büntetéses rendszert a játékból, a GT 5 prologolt az első GT. Attól függ, milyen nehézségem vagy, én most nagyon-nagyon easy, normál módon, nem easy, a normálon játszok. Bár ki van kapcsolva, egy kicsit módosítottunk rajta. De igen, az, hogyha például nem ütközök, meg nem csinálok ilyen huncutságokat, azt jutalmazza a játék.
Szia, Konyász! Szóval, ja, meg hát nyilván nehezíteni is lehet, meg majd fogunk is mi is, csak most így... Gondoltam... Jajjaj! Hát ez egy vadállat ez az autó, látjátok? Ezért félek én minden egyes alkalommal, mikor ilyenbe ülök. Megyeri híd, vagy mi az Isten? A sztárkistáló versenyzője ez az. Mi az, hogy nem ér? Te vagy már a nem ér, Zodiac. Közben Konyász, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 18. hónapot. Állj, mindenki nyugodjon meg. Totálisan elfelejtettem valamit. Várj, várj, indul. Nyugi, nyugi, de közben mehet a hype. Teljesen kész vagyok, mi az Isten? Lehet, hogy ez életem legrosszabb ötlete volt a streamet elindítani. Lumia? Maybe? Yes? It's working, it's alive. Mindjárt becsatlak, mostantól lesz, jó? Működnek a fények is. Szóval Konyász, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 18. hónapot. Megyünk tovább. Nem megy a rekord, de ne ijeszges, csak a villódzás maradt el. A fények, a basszus, dübörög a ritmus. A tűzi játékot kell bekapcsolni, így van. Kettő kör. Az összes, amit teljesíteni kell. Lássuk, hogy mennyit fékez erre. Ne dobd el! Baby! Csak finoman! Azaz! Nagyon jó. Automata váltóval játszok, igen. Hátsó kerék meghajtásos a gép. Következő kérdés? Nem tudom, hogy ez MX-5-ös az milyen. Szerintem igen. Isten, mindjárt 190-nel, meg mindjárt szétesik. It's the final countdown. Win! Yes! Az MX-et tudtam ma első. Jó, mondjuk ez nem MX-et, vagy legalábbis de lehet, hogy az. De mindegy. Nyertünk, az a lényeg. Ez Eunos Roadster néven fut. Oké. Jön a pace, jön a daily workout, és kész a menü. Ott van az autó. A Levin. Nem összekeverendő Leninnel. Az MX-5 ez, mert Japánban hívják Eunosnak. Oké. Szóval az MX-5 az első kerekes, az RX széria hátsó plusz Wankel tudtommal. Nézd meg, egyből megérkezett az ifjú kutyatulajdonos gazdi, meg minden. Hát cső hár le. Kocsikról van szó, egyből jön, érted? Kutya meg kocsi, ez a kettő. Megszumonálja. Na jó, meg a Diablo. Mikor lett itt ilyen melegebb a szobába? Kell egy légkondi. Jaj. Nem értek a lovakhoz, meg a kocsikhoz sem.
ott van gyönyörű fotográfia, klutty, már ott is van a falon, kész is van az FR, mondjuk a FR az a front... Nem mindegy, hagyjuk. Kutya, kocsik, Diablo, ennyi. Na, gratulálnak a három autóhoz, ezzel megvan a kollekció. Van egy kis sztori, amit el akar mondani erről az autókról. Na, közben megkaptuk a Deep Forest Raceway. Tom Matano, ő is tud beszélni az autókról, meg Chris is. De inkább beszéljünk Lukával. Igen. Ezek a japán sportautók. Front engine, rear wheel. Tehát, hogy első motoros és hátsó kerék meg... Rear? Az a... Rear? Az a hátsó, igaz? Azért mondom, az hátsót jelent. Hátsó kerék meghajtások Produce-be 1980 és 90 között készültek. Itt van az S13-as Silvia, nem a törlőkendőről van szó. A MX-5, meg a AE86 Corolla. Hát... Igen. Nosztalgikus, kedvenc japán autó enthusiast, lelkes, mi az? Enthusiast, jesszus, nem tudok fordítani. Hát szóval, hogy őrültek. Legyen rajongó, az, legyen rajongó. Jó, igen, ez a 60-as éve, na az, a Toyota 2000 GT, ott az. Uh-huh. Ó, Honda első sportautója az S-Series, az is szépen néz ki, ez a GTR a Nissantól, a 60-as években indult meg szintén, aha. Nézd meg, Bálint barátom, egyből autók vannak, jövök, kész, itt van. Nem, nincs vele, kicsi kék zoom-zoom. A tiéd az konkrétan zöld. A ilyet vezettünk most, látod, lekésted. Lekésted. Na, és akkor most jönnek a francia... Hot hatches. Na most várjál, Franciából, ami forró, az maximum a hölgyek. Tehát, hogy autóban... Na, nyugi. No shaming, no shaming. Nyugodj meg. Szia, Kovi Lil, hello, hello. Na jó, lássuk, mi a menü. Aha, a Renault Clio RS, Peugeot 208 GTI, DS Automobiles DS3. Az mi az Isten? Az mi? Jó, semmi baj. A francia hatchbackeket fogjuk gyűjteni. Igen, de mi az a DS Automobiles? Életemben nem hallod. Dark Souls Automobiles. Nem tudom, mi az a DS. Dark Souls. DS Automobiles. Kapható az itthon. Melyik a DS? Totálisan hülyének érzem magam. Jézusom. Biztos ilyen lehetett Nessai-nak, mikor nem tudta, hogy mi az, hogy kaspó. Most már át tudom érezni. A DS az a Citroën? Akkor szerintem menjünk tovább. Szóval... Nézzük már szét a használt autópiacon. Mennyi pénzem van? 115 ezer. Mit adnak annyiért? Ezt most tőlem nem látjátok, de... Itt alattam, nézd. Ott. Aha. 200... Ez meg csak 142 ezerben van. A Sirocco 39 ezer. Milyen érdekes.
75 ezer kilométerrel megvegyünk egy sziroccót? Micsu Bicsi? Nessájnak küldjük nagy szeretettel. Nem. Azt mondják, hogy ne vegyük meg a sziroccót. Nem, erre gyűjtünk egy Porsche-ra. Egy Porsche-t kell menni, hogy sugalljuk, hogy gazdagok van. Tényleg, Bálint, hogyha figyelsz, a következő megbízást így fogjuk megcsinálni. Igen. Ő a fotográfer, Olivier a fotográfer. Funkcionál, igen, mondjuk a képeket akartam megnézni, amit emberek nyomnak föl, nem pedig én akartam csinálni, jó? You familiar with photograph using a camera? Sértő volt egy picit a kérdés, Olivier. Bár tudom, nem ismerjük egymást, de... taka van. Jó. Nem, a mások által készített fotográfiákat akarom megmutatni Bálint barátomnak. Az hol is volt? Showcase-be. Ott. That one. Yes. Na, odafigyeljé. Odafigyeljé. Ilyeneket fogunk csinálni. Kész. Nem? Oda néz. Ha bolond vagy? Azt hinnéd, hogy igazi. Ott, nézd meg. Ha mit kép az? Az így. Ha nézd meg. Nézd meg. Ha mi rendben van? Oda néz. Érted? Mondod, mit kell lefotózni, megcsinálom. Kész. Na, close, menjünk el csinálni a francia izéket, csak át kell váltanom majd az autót. Rohadt jó amúgy a soundtrack-je az egész játéknak. Kár, hogy olyan szinten fogunk copyrightot kapni, mint az állat, de ezzel ne foglalkozzatok. Csak amikor nézitek vissza a vodot, akkor tudjátok, hogy emiatt van az, hogy rengeteg reklám van benne. Menjünk a francia kicsikocsival, mi is. Ott van. Lenovo-val. Oké, harmadik vagy jobb. Mehet. Start. Oh, yes baby! Csak finoman, ügyesen. Jó, Jézusom, nagyon harap a Renault. Ezt a mondatot nagyon ritkán halljátok együtt, de... rám húzza, hát... agya beteg. Dangerous driving, meg minden. Lulu! Nem jó! Kevés fék! Pük! Állítólag harmadik vagy jobb kell. Még bármi lehet. Ezt csak a dráma miatt csináltam, nyugi. Totally calculated. Micsoda becsillanás? Menj már, hát föl kell vennem a napszemüveget. Jó, mondjuk azt, hogyha ismerném a pályát, és nem mennék bele mindenbe 300-zal, na jó, annyit nem megy az autó, az lehet, hogy segítene. A gyerek kicsi Clio.
Hát ez lehet, hogy nem lesz meg elsőre most. Kanyarodj az ékszel ermére! Úgy. Nézd meg, mennyire agresszív. Hát konkrétan támadja a testemet folyamatosan. Az előbb ebben a kanyárnál... Nem ennél a kanyarnál vágtam bele. Ezután. Itt. Itt dobtuk el az előbb, most ezt nem kéne eljátszani, úgyhogy... De hát konkrétan Ctrl-C, Ctrl-V-zem, hát basszus! Pedig hamarabb, most fékeztem, szarafék, francia autó. Nem tudok mit csinálni, nem vezethetem. Amit konkrétan amúgy elromlott a kocsi. Elkezdett... húzni az előbb ott így balra. Kerékvető. Nem, hát nem. Nem, túlságosan akarja. Egyszerűen nem megy. Jó, ezt újra kell menni. Így is, úgy is újra kell menni. Úgy mozog, mint egy darab tégla. Mit vártál tőle egy Renault? Na most, most lesz az igazi. Most lesz az igazi. Én tudom, érzem. Ti is érzitek? Golfal már rég megnyertük volna, csak mondom. Csak itt egyenlő esélyeket adunk itt a dolgoknak. Jaj. Oké. Kicsit kimegy, kicsit az belefér. Itt nem kell fékezni, főni, itt a gázt kell nyomni. Ennél tuti biztos vagyok. Az anyukádat lögdösötte. Épp már most fékezek, hallod? Tess. Még így is érted? Megvan ez bolondulva. Fék, na a csetet nézd! Szia, titoktartó mikrobiológus. Hello, hello. Ez a csillanás, ez még mindig zseniálisan jól néz ki. Bolondulol meg. Azaz, na ez egész olyan volt, mint ami jó volt. Szóval értitek? Na gyerünk, gyitek! Yes, igen. Kicsit bátortalanul közelítettem meg a szituációt, nem akartam hatalmas karambolt csinálni egy kamikáze hadművelettel. Mondjuk, hogy köhögnem kell, az nem segít annyira. De menj már a nénikét, hát... Bű! Ennyit a kamikáze hadművelet kihagyásáról. Zseniális amúgy a kontroller feedbackje a játék. Van, oké. Ugi. Utolérlek, baba. Gyere ide, baba. Jaj, várjál, most jön a gyűlöletes... Kanyar! Azaz, sikerül, vastaps, konkrétan.
azt sikerült szűkre szabni. Nem fogom utalérni a csókát. Haló? És még bele is kell fékeznem, hát túlnyomom neki. Hűha, hűha! Fűnyíró üzemmód, fűnyíró üzemmód. Megint eldobja! Nem bír magával, hát túlságosan akarja. Jó, jó a második, jó a második. Ne dobjuk el a másodikat. Nem mehet el mellettem. Utolsó körbe. Nem mehet el. Szerintem biztos, hogy nem. Jó, második hely. Megbékélünk fele, milyen a kocsi. Hú! Most látom, hogy milyen autó volt a legelső helyen. Azért ez finoman szólva unfair egy AMG Mercivel menni ezen a Clio ellen, nem? Tiszteletből nem előztük meg. Ez a kedvenc autóim egyike, az AMG Merci. Jó, és akkor kell még a Sichuan, vagy mi a mancs. Vigyük el ezt a Peugeot, vagy mit, egy körre? Jó, a következő versenyre elviszük a Peugeot. Minden autót széttörünk. Jó, és akkor oda megyünk. Change car, és akkor négy... Amik ez big szarabb a startja. Mint a mostaninál. Jó, nyilván csak a vérét szívom a Clio-nak, Bottészter, ne aggódj emiatt. Nevedd föl, nevedd föl! Várjál, ezen kell tuningolnunk egy picit. Vissza, vissza. Nincs. Oké. Okay. Racing Sport Parts elérhetőek. Totális balanszra kell törekedni. Jó. Akkor tegyünk rá ilyen kerekeket. És mi van a ráci? Baby. Racing Air Filter. Add ide. Wow. Ohohohohoho, micsoda cuccok vannak itt, na. Slick gumi. Csókolom a kezét. Alapvetően. Nem akarok nagyon költeni, bár azért... Drilled, slotted. Tök jól mutatja, hogy ugye ezek a megfúrt tárcsa, ez meg ilyen mart. Kidörrentőt még vennél rá? Mármint a kivezető részét, az exhaustnak, vagy konkrétan a kidörrentőt? Tegyük rá a kidörrentőt? Kidörrentőt rárakjuk, jó? Kiváló. Polish ports. 17 000. Jesus. Anti-lock system. Ja, hogy ezt akartad volna. Ups. Igen, ez lehet, hogy jobb lett volna. Nem, most már nem költök ennyit rá. Még ez maximum belefér, mennyit ad. Jó lesz így. Jó, nézzük. Nézzük a Peugeot. Aha. Peugeot Enter. Szóval, hogy a Citroent megszerezzük, a harmadik vagy jobb kell. Jó. Mehet. Ó, nagyon Peugeot. Hü-hü. Jó helyen van a kormány. This is Europe.
konkrétan kiugrok a székből néha izgalmamból. Úristen, MI6 köröz minket, vagy van? Cseszd meg, hogy meglöktél! Hülye megános! Jó, hát ez egy kicsit vadabbra sikerült itt ez a rész, mint ahogy ezt az ember szerint. Akkor én is lökdösődök, na. Agresszív, agresszív a Peugeot-s. Bocsánat. Jaj, jaj, várjál. Na, itt vagyok. Zöld zászló van. Kezelhetetlen. Kezelhetetlen. Na nézzük így. De rohadt jól néz ki amúgy. Ezek a belső nézetek nagyon adják nekem a játékba. Wow. Gyanús, hogy ők már fékeztek ott az előbb, nem? Nem. Alternatív útvonalakat használunk, nem létező ívek. Itt egy tesó, ezt megelőztük, tesó. Na így már érezni a tempót azért. Ott az AMG. Ó, de gyönyörű vagy, gyere a garázsomba. Mármint valóságban. Fék, 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 fék. Gáz, 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 gáz. Zsolti! Zsolti! Jaj, jaj! Ne dobjuk el itt megint, légy szíves. Köszönöm szépen. Ez egy életveszélyes szakasz. Hú, de közel volt az a far. Szerintem kicsit hozzá is értem. Szia, Trapper! Hello, hello! Ó, az a hang! Nagyon jó! Gyerekek, ez rohadt jó ez a játék. Én nem tudom, hogy ez mennyire jön át streambe. Valami brutál rohadt jól meg van csinálva, de tényleg! Forza is rohadt nagy fan. De van ebbe valami, van ebbe a játékba valami, de nem tudom jól leírni, de... Ennél azért a kanyaríve azért ez sokkal jobb az autónak, azért ezt lássuk be. Valahogy másképp fun, mint a Horizon. És egyik sem jobb a másiknál, másképp zseniális, de tényleg. Rohadt jó. Közben Kunkun, nagyon szépen köszönöm a követést. Hello, hello. Second place, azt a horpadást, azt nem láttuk, jó? Oké, ezzel megvan a menü. Kaptam... pluszt azért, mert clean race. Nem ebbe a versenybe lögdösödtem és pördültem ki? Ennek agya beteg. Amíg relatív, hogy mi a clean ezek szerint. Jó, ott van. Ott van. Megvan a Sichuan is. Arra leszek kíváncsi, hogy mikor jön az a menükártyák között, hogy amerikai autókra kell menni. Azért pörgetem most azt nagyon. Meg ez egyfajta ilyen sztori része a játéknak, mondjuk ki. Let's go back to café. Megyek a kafézóba, igen, ott is vagyok. Szia Ádám, hello, hello. Milyen jó az a kép.
Igen, ezzel megvan a kollekció. Hoppá, 2 csillagos roulette ticketet kaptam. Hoppá, hoppá, hoppá. Igen, Luka? Yes? Mennyi az idő? Már nem sok időnk van. France holds the distinction of having hosted the world's first motor race way back in the 19th century. Ugye Franciaországban rendezték meg az első automotor versenyt a 19. században. A francia manufaktúra nagyon régóta jelen van az autósportban, motorsportban. És az elmúlt években sporty version of small road cars. Tehát, hogy hát az elmúlt években folyamatosan bővült, vagy növekedett, hogy sportos utcai autókat készítettek. Nyilván ennek ez a három autó ugye eléggé szignifikáns darabja, a Renault Clio-nak ez a verzióra, ugye a Peugeot-nak a 208. Szia Aquila, hello, hello, de rohadt jól meg van csinálva a belső nézet is. Wow. És ugye a Citroen, ami DS, annak a... ez a 3? Az, yes. Wow. Hogy mennek ott a shopping center? Ne menj le a lépcsőn, ne menj le a lépcsőn, állj! Micsoda manőverek. Kiváló.